még egy nap maradt, hogy benyújtsák pályázataikat a fiatal művészek. A Mang Nonprofit Kft. Meghirdette a Kozma Lajos kézműves iparművészeti és a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíjat. A 35 éven aluli fiatal művészek február 21-ig nyújthatják be pályázataikat a havonta 200 000 forintos ösztöndíjra. Még csak az előző héten járt le a Derkovics Gyula ösztöndíj, de azóta már újabb ösztöndíjakat írt ki a Mang Nonprofit Kft. A Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíjat 1987-ben alapították azért, hogy segítséget nyújtson a 35 év alatti önálló művészeti tevékenységet folytató tehetséges kézműves iparművészek pályakezdéséhez, valamint művészi fejlődéséhez. Emellett Pécsi József fotóművész fényképészeti szakíró és szaktanár tiszteletére 1991-ben létrehoztak egy fotóművészeti ösztöndíjat, azzal a céllal, hogy segítsék a fiatal fotóművészek munkáját is. Nem csak akkor figyelünk a művészekre és a fiatal művészekre, amikor a kiállításainkat szervezzük, hanem van szerencsénk külön ösztöndíjakkal is segíteni az ő boldogulásukat, az ő útjukat. Az év elején lehet pályázni különböző művészeti ágakban meghirdetett pályázatokra, és most még február közepéig, végéig vannak nyitott kiírások a fotóművészettől, a művészettörténészi, művészetkritikusi munkán keresztül egészen a táncművészetig, a zenei alkotói területek három területén is még van kiírásunk, még lehet pályázni, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, sőt ajánljuk, hogy látogasson a www.alkotóművészet.hu oldalra, nem csak azért, mert megújult, és mert nagyon szép, és mert elsőkezi friss információkat szerezhet a kortárs művészet berkeiből, hanem mert többek között a nyitott pályázati felhívásokra is ezen a fórumon keresztül tud jelentkezni, és ez az út vezet egy könnyebb és sikeresebb pályaindításig. A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett szakértői kuratórium bírálja el. A két ösztöndíj egy éven át havi bruttó 200 000 forintos összegű támogatást jelent, és egy művész legfeljebb három alkalommal nyerheti el ezt. Az ösztöndíjon túl a sikeres pályázók bemutatkozó kiállításon mutathatják be művészetüket a legpatinásabb kiállító helyeken. A pályázat benyújtásának határideje február 21-e, péntek. Köszöntöm nézőinket és üdvözlöm a stúdióban vendégeimet, Pistyúr Imre Munkácsi díjas szobrászművészt, valamint Benkovics Györgyöt, a Szentendrei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Üdvözlöm Önöket sok szeretettel! Nagyon fontos esemény, egy ajándék, ami talán kevésbé van az emberek életében jelen, ami miatt most beszélgetünk és itt ülünk egymással szemben. Elsőként Ön kérem, kedves György, hogy meséljen arról, hogy hogyan érkezett, hogyan jött ez az ötlet, hogy Szentendre városának Önök közösen adnak egy nagy ajándékot. Az ötlet Pistyúr Imréért, tehát nem akarom kisajátítani, de talán van köze annak, hogy ez év októberében újra alakult a Szentendrei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, és előtte elkezdtük föltérképezni azokat a családokat, azokat a kapcsolatokat, amelyek alapján újjáéleszthető tulajdonképpen a szentendrei dalmátok hagyományai. És Imre már korábban csatlakozott a szentendrei dalmátokhoz, részt vett rendezvényeken, szobrot készített a darupiacra, de ő is, én legalábbis úgy gondoltam, vagy itt az előkészületek a kampány kapcsán, hát számtalanszor váltottunk szót arról, hogy élénkebbé kéne tenni itt a nemzetiségi közéletet, kulturális közéletet, művészek vannak a dalmátok között, sok érték halmozódott föl, kulturális érték, identitás érték halmozódott föl a mi nemzetiségi csoportunkban, és talán ennek is eredményeként, de majd az Imre konkrétan elmeséli, tulajdonképpen született maga a felajánlás is. A legutóbbi testületi ülésünkön eljött Imre is, és bejelentette, hogy nagyon szívesen ajándékoz a
Dalmátoknak, és természetesen Szentele városának is egy szobrot, amelynek a címe a Dalmátok angyala lenne. Hát egy kicsit meglepődtünk, megmondom őszintén, mert ritkán szoktak ilyen felajánlásokat tenni, ez nem hétköznapi dolog. Egyrésztről, másrésztről meg hát egy ilyen szobor állítás, egy ilyen hosszú, bonyodalmas folyamat, úgyhogy már kértük az Imrét, hogy legyen türelmes majd benne, mert hogy ennek a lépéseit majd meg kell lépni, de számunkra nagyon nagy megtiszteltetés és nagyon nagy öröm volt, úgyhogy a legutóbbi testületi ülésen már a Kulturális Civil Bizottság ülésére elmentem, és ott ismertettem a felajánlást, ahol szintén a képviselők hozzá kell tennem, hogy pártállástól függetlenül nagy örömmel fogadták a dolgot, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan elindul ennek az adminisztratív lépései is. Kedves Imre, kérem, meséljen nekem arról, hogy hogyan született meg maga ez a szobor, és az ötlet, hogy egy köztéri szobor legyen belőle. Mielőtt erről a szoborról beszélnék, egy másik szoborról kell beszélni. Tudnélik, a Darupiaton már volt egy szobor. Igen. Amit felállítottunk, és nagyon sikeres szobor volt, nagyon szerették, és 4 hónap múlva ellopták. És hát üresen maradt a tér, nevezzük így. És arra gondoltam, hogy valami olyan szobrot kell felállítani oda, ami ugyan szorosan hozzánk tartozik, de egy kicsit azért helyspecifikus is, és azt mondhatjuk, hogy mindenkinek egyformán fontos lehet. Mivel ugye Dalmátok vagyunk, itt vagyunk a városban 1690-től, Gyuriék is, jó magunk is, meg az egész család, lehetett volna valami ilyen nemzetiségi jellegű, tehát Vanimir királyt, meg Ilona királynőt, akik abból az időben ugye híres dalmát, magyar kapcsolatot jelentettek, de úgy gondoltam, hogy valami olyan közvetlen dolgot kell találni, ami mindenkinek, mondom, egyformán fontos lehet. Az első szobor az Dodola volt, amit minden dalmát jól ismert, de hát még egyszer nem fogjuk megcsinálni ugyanazt a szobrot, ezért gondoltam arra, hogy valami olyan témát kell keresni, ami mindenkinek egy kicsit fontos. Ezért találtam meg ezt az angyalt. Ez az angyal, ez ugye látszólag egy személyes figura, de hozzátartozik azért két mellékfigura. Egy kisgyerek, ami a továbbélés, és egy fa, ami a múltnak a szimbóluma. És úgy gondoltam, hogy a tér jellegéhez is meg méretéhez, meg fekvéséhez is tökéletesen illeszkedik. Már csak azért is, mert a posztamense, tehát a talapzata, az egy olyan kőből lesz, ami egy valamikor ott állt szobornak a talapzata volt, de a szobor az eltűnt róla, és egy gyönyörű szép mészkőből megfaragott posztamens. Ezt a követ, mármint hogy a szobrot, ezt vulkáni kőből csináltam meg, tehát az andezithez közel álló, annak az édes testvére. A helyiek ezt a követ ezt úgy nevezik, hogy ciklopkő, vagy patakkő, vagy erdei kő, arról nevezetes, hogy az összes ilyen útszéli kőszentet meg kőfülkét ebből csinálták régebben, és ez a kő, ez bírja a telet, a napot, és a fagyot, és mindent. Tehát azt gondolom, hogy egy jó darabig ott állhat a helyén, ha csak megint nem lopják, reméljük, hogy nem. És egy relatíve elfogadható méret, tehát ami azért feltűnő lesz ott, és nagyon bele fog illenni oda a térnek a képébe. És úgy gondoltam, hogy ezzel lesz együtt teljes az a tér, amit jelen pillanatban a Dalmátok központi terének, Darupiasznak nevezünk. Igen, ez azért is fontos, amit mond, hiszen azon a téren gyűlnek össze, hogy a hagyományt éltessék, a múltat, és továbbadják a jövő generációjának, és ez a szobor is ezt jelképezi. Így van. Egyébként mennyire nehéz, vagy könnyű megszólítani a fiatalokat, hogy tovább vigyék a hagyományokat, a dalmát hagyományokat? Én azt gondolom, hogy lehetsége, tehát meg lehet őket szólítani, csak egy kicsit másképpen kell, mint megszoktuk. Ugye ma a mobil eszközök miatt, a pörgyorsult kommunikáció miatt technikailag is másképpen kellene, úgyhogy van is egy ilyen belső
Facebook oldalunk, ami minden héten, kivéve ez a hét eddig, minden héten egy írással megjelent, ahol folyamatosan tájékoztatjuk, hogy mit csináltunk, mit képzelünk el, mire jutottunk, és én úgy látom, hogy nagy az érdeklődés, tehát hogy felpesdült az érdeklődés. A másik, ami ennél talán pontosabb, hogy meg kell találni azokat a, hogy mondjam, azokat a pontokat, ahol meg lehet őket érinteni. A vizualitás ebben a dologban nagyon fontos. Tehát a hagyomány és a vizualitás, a hagyomány és a konkrétum. Ezért tartom én ezt a szobrot is nagyon pontosnak, és most egy olyan dolgot fogok mondani, amit lehet, hogy te nem is akartál ebbe a szoborba vele fogalmazni. Ez a nőalak nagyon hasonlít, nem hasonlít, hanem inkább gondolatában nagyon közel áll Tiziánónak a Chiavona című alkotásához. Ezek a Chiavona, ezek a velencei dalmátok tulajdonképpen. Egy hölgy, egy kicsit ilyen testesebb hölgy maga a dolog. És már önmagában ez a paralel, ez a párhuzam, hogy mondjam, egy más dimenzióba helyezi magát a szobrot, és egy kicsit kitekint számunkra. Tehát azon kívül, amit az Imre megfogalmazott gondolatot benne, egy kicsit kitágítja. Én azt remélem, hogy egy fiatal számára, hogyha ezt meglátja, hogy mondjam, a mi őseink, velenceiek is vannak közöttük, talán egy kicsit vonzóbb lesz a világ. Nem a szobor, hanem az a világ, amit a hagyományok jelentenek, mert a hagyományok hihetetlen gazdagok. A másik, amire gondoltunk, hogy most ugye minden kultúra ne továbbja a gasztronómia. Tehát valami miatt fölrobbant a világ, ugye megszületett egy új médiaág, ami tulajdonképpen, kulturális médiaág, ami tulajdonképpen végigsöpört az egész világon, és óriási divat. Már nincs olyan tévéműsor, hogy ne lenne három főző program benne. És mivel nekünk még hihetetlen gazdag a gasztronómiai hagyományunk, ugye ebben benne van az olasz, a déli, a magyar és az egyéb. A másik ilyen dolog, hogy talán ezek az eszközök alkalmasnak lesznek arra, hogy fölkeltse az érdeklődést. Mind a kettő mást érint meg, másképpen érinti meg az ember, de én nagyon remélem, hogy igen. Kicsit hadd faggassam, kedves Imre, arról, hogy hogyan készült, született maga ez a szobor, aminek a mintáját itt látjuk az asztalon, de majd megmutatjuk a képekben a nézőknek is, hogy amikor hozzáfog egy kőtömbhöz, akkor már látja benne a szobrot? Mikor kezdi el látni? Amikor már azt mondja, hogy na igen, most már ez az, amit én szeretnék. Igen, általánosságban azt szokták mondani, hogy a szobraim olyanok, mintha csak úgy hirtelen kiugrottak volna a kőből, mintha leesett volna róluk egy kis kövecske, és hirtelen kibújt a lény a kőből. Na most minden egyes szobrot komoly előkészítés szokott megelőzni. Ha mondjuk van egy festő egy remek vászonnal, és csak úgy rálőttyint a festéket, abból kép nem lesz. Tehát mindenféleképpen gondolkodni kell, szoktam mondani annak idején, talán Cézanne, hogyha a festő fejében rend van, akkor a vászon is rend van. Na most ez szoborra ugyanúgy érvényes. Hogyha a szobrász kitalálja azt, hogy mit szeretne megcsinálni, akkor igen, adódik, hogy megkeres hozzávaló követ. Akár hasonlíthatok ő arra a munkára, amit éppen elkészült, de nagyon-nagyon ritka. Tehát komoly vázlatok előzik meg, grafikai vázlatok is, tehát rajzok. Én azt gondolom, hogy minden alkotó ember rajzba gondolkodik, és rajzok, és a rajzok után a kisebb vázlatok. Na most ez is csak egy vázlatocska, egy kis makett ugye a szoborhoz, és amikor ez elkészült, akkor tudja az ember nagyjából, ezen még javíthat meg, a rajzokon is javíthat, és akkor neki lát annak a kőnek, amiről, mint mondta Michelangelo, csak a fölösleget bontjuk le, és akkor egyszer csak megszületik a szobor. Na most ezek a kövek, ahogy az előbb is mondtam, eléggé tisztességes kövek, tehát ha Szentendrén bárhol leás a belterületen, akkor ilyen típusú kővel találkozik. Tehát az andezitnek a rokonai, amik nagyon megbízható kövek, az itteni polgárság annak idején még építkezett, ezeket a köveket nagy előszeretettel használta. És valóban egy tartósnak mutatkozó várost hoztak ugye létre, amik ebből a kőből állnak, és én is azért választottam ezt a követ, mert ez illik a városhoz. Na most ilyen relatíve nagyméretű követ találni azért nem nagyon gyakran lehet, tehát viszonylag ritkán lehet.
De hála Istennek, hogy megtaláltam a hozzávalókövet, és sikerült úgy kibontani belőle, hogy szerettem volna. Most még egy kis munkám van vele, tehát én apró csiszolások, meg igazítgatások, de azt gondolom, hogy tulajdonképpen 99,5%-ig kész van a szobor. Egyébként, amikor így ránéz akár egy köztéri alkotás, ami az ön keze munkája, vagy bármilyen szobor, amit ön alkotott, akkor mi az, ami elsőként eszébe jut róla? Olyan érzés, élmény, ami közben érte, vagy hatás? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon-nagyon fontos és jó kérdés. Egy szobornak meg kell szólítani az embert, tehát meg kell, hogy fogja a kabátját, hogy gyere öreg, akarok valamit mondani. Tehát ha egy mű az, aminek lenni kell, akkor nem blöfföl, nem beszél mellé. Akkor az elmondja, hogy igen, ez az én történetem, és ezért vagyok fontos neked. És ha a szobor megszólította az embert, és az ember megtalálta a helyes válaszokat, akkor a szobor győzött. Tehát. Igen, ez azért is kérdezem ezt, mert én egyelőre még csak képen láttam a kész szobrot, de valami olyan hihetetlen érzelmet indított el bennem, amit úgy nem gondoltam volna, hogy képen keresztül egy szobor ilyen hatással tud lenni a nézőre. Hát... Én bízom benne egyébként, hogy minél hamarabb ezt láthatja mindenki, mert tényleg nagyon, nagyon megindító, és nagyon sok minden. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit ön most észrevett, vagy gondol, mert tudnék, az eddig elhelyezett szobrok, a városban elhelyezett szobrok, ugye volt az Udola szobor, amit elloptak, igen. És van a Szent Flórián a városházával szembe, oda is mécseseket visznek az emberek, és virágot tesznek oda Flórián napkor, tehát azt gondolom, hogy igen, működik, és befogadták az emberek. Na most ennek az angyalnak ugyanez a dolga, hogy az embereket valami módon egy térre hívja, egy gondolatot ébreszten fel bennük, valahogy a közösségi érzést, magát a dalmátságnak a megmaradását, de a szentendeliségnek a megmaradását, a hegyiségnek a megmaradását, ez a hegyi fogalom, ez Szentendén nagyon fontos fogalom, mert a hegyi emberek azok Szentendén egy külön emberfajt alkottak, ha lehet ezt mondani, és a hagyományaikkal együtt, a babonáikkal együtt, a szokásaikkal együtt, az ünnepeikkel és mindennel együtt egy nagyon-nagyon fontos terület, és azt gondolom, hogy az angyal ez valahogy erről szól, hogy ezt a közösségi érzést egy kicsit megteremtse. Kedves György, árulja el nekünk, mikorra tervezhetjük azt, hogy megnézhetjük közelebbről? Ja Istenem, nagyon nehezett kérdezed, de előtte hagyd mondjak még igen? A szobor kapcsolatával valamit. Valamikor, nem is olyan régen, még a 60-as években Szentendre úgy nézett ki, hogy ilyen mocirok, obalák voltak mindenütt a hegy oldalban, tehát ilyen teraszosan voltak építve, ahol tulajdonképpen ezeket a köveket használták föl, építették, tehát úgy alakították ki maga a szőlőművészet nagyon korán, és ha valaki Dalmáciába jár, akkor látja, hogy ilyen tele, mint hogyha kuc tele lenne hálózva az évszázadok alatt lévő köve. Tehát számunkra ez a kő, a maga a patakkő, amit az Imre mondta, több, mint egy kő. Tehát több üzenetet hordoz. Ez hogy már az őseink munkája hordozza. Ez számunkra üzenetértékű maga az anyag is. És én most csak egy vonatkozását emeltem ki ennek a dolognak, de számunkra ez nagyon fontos, hogy mikorra valósul meg. Hát szeretnénk tisztességesen, ez egy, hogy mondjam, ez egy nem olcsó dolog, maga a fölajánlás is jelentős, milliónál nagyobb, másfél milliónál nagyobb összeg, már hogy egy ilyen szobor megalkotása. De a fölállítás az egy elég hosszadalmas ilyen építésügyi eljárás, tehát keresztül valósul meg. Reméljük, hogy a hivatal lesz olyan kedves, és hogy mondjam, a megfelelő lépéseket határidőre, vagy határidőre gyorsabban megteszi. Én nem merek időpontot mondani, de mindenképpen szeretnénk valami alkalmat teremteni, egy jó alkalmat arra, hogy ünnepélyesen adjuk át a közösségnek, és hogy a közösségé legyen, és azért is örülünk annak, hogy helyet adtak most itt a műsorukba, hogy egy kicsit népszerűsítsük a saját közösségünk között is magát a szobrot, hogy megértsék, befogadják, lássák, tudják, hogy miről van szó.
jó esetben június 27-én, tehát legszerencsésebb esetben, de meglátjuk, ezt nem merjük, én legalábbis nem merem megígérni a hivatali eljárások addig miatt. Addig még beszélünk majd róla. Addig még beszélgetünk igen, majd róla. Nagyon fontos azonban, hogy árulj el, kérem azt is, hogy jelenleg mind dolgozik, tudom, most ezt a szobrot fejezi be, de mi az, ami, mert gondolom, hogy művész ember lévén már valami motoszkál. Tehát érdekes vagy... dolog, mert ismét dalmát témán van, tehát egy dalmát azt mondja, faragok, igen. Annak is a befejező fázisában vagyok. Aha. Ugye én azt gondolom, hogy nem csak a dalmátoknál, a világ minden népénél az asszonyok, a nők azok nagyon fontosak. És úgy gondolom, hogy a női nem az, aki a családoknak a tengelye és a mozgatója, jobb esetben, meg rosszabb esetben is. És a dalmát asszonyok azok különösen ötletes és furmányos és nagyon gazdag fantáziával megáldott, és nagyon szorgalmas, és nem tudok még jókat mondani róla annyit, amennyit lehetne. És egy mondatot, csak van egy ilyen közmondásunk, hogy a ház nem a fundamentum, tehát nem a köveken épül, hanem az asszonyra, tehát az asszony az, ami a házat, a családot jelenti. Bocsáss meg. Ezt személyesíti meg tulajdonképpen ez a szobor. Ez is egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen termetesebb asszonyság, aki tele van bölcsességgel, rá van írva az arcára bölcsesség és a derű, és a bizakodó elvárás, és úgy gondolom, hogy hát legalább annyira bizakodó, mint a dalmátság abban, hogy megmarad itt Szentendrén. Hát. Egyébként, ha már a szentendrei dalmátságnál tartunk, akkor most hol tart a közösség, mennyire összetartó, mennyire, hogyan tudja tartani a 21. században a hagyományokat, amiket az őseiktől kapott. Azért én voltam nem egy rendezvényen, ahol ön kalauzolta a jelenlévőket, és azt gondolom, hogy valami olyan hangulat van mindig, amit úgy nehéz szavakba önteni, mert át kell élni. Reméljük, hogy jó hangulatúak lesznek tovább, és az rendezvények nem unnak meg be, engem legalábbis bennünket. Azt gondolom, hogy olyan hagyományaink vannak, amik mindenki számára érdekesek. Az is, aki belül van, az is, aki kívül. Kicsit szétesett a közösség az elmúlt 50 évben egyrészről, mert ugye egy zárt közösségbe éltünk a Szamárhegyen, és tulajdonképpen már a Szamárhegyen alig van úgynevezett brüdjáni, vagy brüdáni, amit az imlőn, tehát hegyiek, ami egy kicsit kevesebb és több is, mint a dalmátok. Tehát a városon belül is szétszorva élünk. Maga a nagy család is, tehát a 15 család, akinek a leszármazottja, 462 ember tartunk nyilván, akikkel meg kell ismertetni a saját gyökereiket, múltjukat, hagyományaikat, szokásaikat, de úgy látom, hogy van egyfajta érdeklődés, és erre az események nagyon fontosak, az ilyen jelképek nagyon fontosak, amivel kötődni tudnak magához a nemzetiségre, a hagyományhoz, ami megjeleníti számukra. Ez mindig nagyon fontos. A másik persze ezek a szokások, hagyományok, gasztronómia is ebbe belejátszik, megpróbáljuk ezeket életben tartani. Mennyire zárt ez a közönség, mennyire befogadó? Befogadó, de rengeteg csalódás érte ezt a közösséget. Tehát attól kezdve, hogy az számára nagyon fontos dalmát láda, amikor 65-ben elvitték, a múzeumban eltűnt 25 évre, és a benne lévő iratok a mai napig nem kerültek elő, ami egy ilyen fraternitás, tehát egy ilyen bratszvó számára nagyon fontos, hogy ugye mindig nyilvántartották, hogy kik a tagjai, melyik családnak a tagjai. Persze ez később aztán az is volt, hogy már spóregyletbe kifizetett be, és kikapott kölcsönt, amikor a piszkéről volt. Tehát mindegy, eltűnt, átnevezték a ládát másnak, úgy kellett kikönyörögni, úgy kellett kérni, hogy újból dalmát láda lehessen. Tehát ezek részben bizalmatlaná tették az embereket. A másik, hogy olyan mértékben tűnt el maga az épített környezet. Tehát a Szamárhegy olyan mértékben alakult át, és nem sikerült átmenteni az építészeti hagyományokat, hogy nagyon jelkép, nagyon kevés helyen maradt meg. Most a legutolsó házat néhány hónappal tarolták le,
hogy mondjam, nem nagyon értik, akik ott voltak, hogy miért kellett ennek megszűnnie. Tehát van egy ilyen fajta elzárkózás, és szerintem jogos elzárkózás. Ugyanakkor maga a közösség nyitott, tehát nem mondhatni el, hogy nem fogadunk bárkit szívesen. Persze aki, hogy mondjam, tiszteli a szokásainkat, az embereket és a hagyományainkat, de azt gondolom, hogy ilyen szempontból nyitottak vagyunk. Megvannak nekünk a saját belső magyaraink, bajaink is a legfontosabb a nyelv elvesztése, ezen kívül pedig, hogy nem ismerjük eléggé a szokásainkat, hagyományainkat. Ha már a szokások, hagyományok, jelképek, amikről beszélgetünk, kedves Imre, öntől kérdezem, nyilván vannak olyan jelképek, amik sok helyen fellelhetők, sok helyen megtalálhatók, de hogy van-e olyan, amin esetleg ön is meglepődik, hogy ezt bizony még eddig nem láttam? Hát én relatíve sokat foglalkozom a jelenlegi dalmátság múltjával, meg a régi dalmátsággal is, amennyire elérhető. Igen. A Gyuri mondjuk erről ezerszer többet tud, tehát amit ő nem tud, a dalmátságot nem is érdemes tudni, szoktam mondani. De azzal együtt úgy gondolom, hogy egy jó néhány olyan dolog van, ami igenis nagyon is említésre méltó. Nem véletlen az, hogy például Gyurinak az előadásai ilyen szinten úgymond teltházasok. Az emberek jó részét nagyon érdekli azt, hogy mi volt az, ami ebben a városban annyira megfogta az embereket. Mik azok a dolgok, amik mint élő hagyomány még elérhetőek. És úgy gondolom, hogy utolérhetőek ezek a nem apróságnak mondható, nagyon fontos dolgok, mert az építészetben is, amit az előbb említett, az obalák, ezek a töltések, kőből kirakott dolgok, akkor a házaknak a felépítése, az udvaroknak a felépítése, a kutaknak az elhelyezkedése, a szerszámok, amiket használtak az emberek, amiket most is használunk még némelykor, megnevezéseket. És ugye már csak azért is, mert ha mondjuk kezembe kerül egy szőlészeszköz, amit mondjuk nagyfater használt, a nagypapa, a deda, akkor az a gyerekje. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon fontos dolgok. És ezek mindenkinek fontosak, mert nagyon sokan nem is tudják Szentendréről, hogy micsoda fajsúlyos város volt. Magyarország legfontosabb borászati területe volt, a legfontosabb szőlővidéke volt, borvidéke volt, amiről az emberek azt mondják, Szentendre, hát nem is hallottuk még idáig róla. És amikor azt mondom, hogy miről beszéltek emberek, 2600 hold, vagy nem tudom, mennyi volt, 2800 hold föld, és 66 ezer, akkor hogy is nevezték? Akó. Igen. Volt vagy urna. Bor volt ebbe a kisvárosba, akkor nem mondjátok, vagy nem tudom hány 10 kilométer pince van a város alatt. Igen. Tehát el sem tudják képzelni. És amikor az ember tényleg egy kerékvető körről, vagy egy ablakkeretről mond valamit, akkor azt mondják, hú basszus, észre se vettem idáig. És ez tényleg, igen, és ott van, és mai napig hála Istennek él, és a pusztítások és az összes átépítések ellenére még mindig nagyon-nagyon sok minden megmaradt, akkor egyszer csak az emberek hirtelen a jobbak, ha szabad ezt mondani, észreveszik, és elkezdik védeni, és elkezdik menteni, és elkezdik büszkék lenni rá. Nagyon sokan vannak, akik nem tudják, hogy mit jelent egy ablakkeret, vagy egy osztott ablaktábla, vagy egy kapuzat. De aki egyszer tényleg észreveszi, és olyan szemmel jár azok után Szentendrén, hát az valami egész más lát. Sokat mesélnek ezek nekünk, ha odafigyelünk rájuk. Nincs késő még megmenteni ezeket? Időben vagyunk? Ne. Nagyon az utolsó utáni pillanatban vagyunk, ha szabad ezt mondani, mert nagyon sokan valahogy mégiscsak más szemmel néznek Szentendrére, és egy kicsit üzleti szempontok irányítják az agyakat, és egy kicsit a pénztárcák irányítják az agyakat, és egy kicsit a megrendelőknek a pénzei irányítják az építést. Nagyon sok esetben ezek nagyon kemény dolgok, és a pénz nagyon sokszor a jó szándékot és a hagyománytiszteletet és az egyebeket fölírja. És nagyon kemény csaták vannak, szó szerint. Azon, hogy megmaradjon egy fal részlet, amikor van mondjuk egy olyan fal, ami úgy áll 300 éve, közel 300 éve, és valaki mondjuk kirakatot akar beletenni. Hát azt bizony nem szoktuk szívesen venni, és akkor ugye elég kemény csaták szoktak kialakulni, de azt gondolom, hogy csatákat végül is meg szoktuk nyerni. Szó szerint erről van szó. És rengeteg olyan dolog van, amit még nekünk is fel kell fedezni, amik ugye az építészet során, a kereskedőház során, a pincékbe épített kutak,
ahogy mondtam, a kerékvetőkövek, a rácsok, a lépcsők, amik vezettek akkor föl. A kis sikátorok, amik a vannak a városban. Tehát ezek fantasztikusak, és tényleg akárki ide jön Szentendrére, egy idő múlva, amikor ilyen szemmel kezd el nézni, akkor rájön arra, hogy úristen, egyetlen egy olyan részletes, mint Szentendrére, hogy nem volna izgalmas és érdekes, és megmentése méltó. Hiszen a kövek beszélnek hozzánk, ahogy kezdtük ezt a beszélgetést, és ez úgy látszik, így van városszerte, és főleg, hogyha szoborba öntve is láthatjuk ezeket. Uraim, én azt mondom, hogy folytassuk ezt a beszélgetést, mert van még miről beszélünk. Egyrészt Imre köszönjük, másrészt, hogy amennyiben az Imre hajlandó, én szívesen bele. Én köszönöm. Amikor már körvonalazódik a dátum, hogy mikor láthatjuk, igen, köztéren ezt az alkotást, akkor várjuk vissza önöket ide a stúdióba. Köszönjük szépen. És nagyon köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Vendégem volt Pistyúr Imre, Munkácsi Díjas szobrászművész, valamint Benkovics György, a Szentendrei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!